Teniszmaraton tartottak Nyíregyházán. Némileg rendhagyó módon ugyanis két 15 ezer dollár összdíjazású tornát rendeztek a Marsó Teniszcentrumban. Az Országos Szövetség idén 8 hasonló torna rendezését tervezi, és a szakmai igazgató szerint jó ötletnek bizonyult a nyíregyházi duplázás. Tavaly már itt sikeresen lebonyolódott egy 15 ezer dolláros férfi verseny, utána már a Norbiekkel, a Marsó Teniszklubbal már akkor tudtuk, hogy ilyen valamilyen szinten ki szeretnénk ezt bővíteni. Több variáció volt a fejünkben, de ugye végül is erre a megoldásra esett a végső döntés, hogy két férfi verseny legyen is egymás után, és szerintem minden szempontból igazolt minket ez a két verseny. Egyrészt azt gondolom, hogy rendezés szempontjából most, hogy így leérkeztünk a szövetség részéről, egy nagyon jó sportközeg fogadott minket, nagyon jó színvonalas mérkőzések vannak, és hát szerintem a legfontosabb az, hogy rengeteg magyar játékos tudott játszani, és hát ugye mi sem bizonyítja jobban ezt az ötletet, hogy két versenyt játszunk egymás után, és játék lehetőséget biztosítsunk minél több magyarnak, hogy egyéniben ugye hárman is nyolc között vannak, párosban pedig négyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden szempontból beváltotta az előzetes tervezéseket ez a két verseny. A két versenyen összesen 32 magyar teniszező lépett pályára. Mellettük közel 500-an érkeztek a világ minden tájáról. A tenisz annyira népszerű sportág, és annyira sokan kezdenek itt a 15 ezer dolláros versenyeken, ami ugye a belépő szintje a nagy ATP profi versenysorozatnak, hogy ugye egy héten azért általában hát 5-6 verseny van csak Európában, de hát látjátok, még itt is a 64-es selejtező tábla is majdnem, hogy teljesen tele volt, úgyhogy azt gondolom, hogy a tenisz annyira népszerű, hogy tényleg ez egy utazó cirkusz, és itt minden héten országról országra vándorolnak a versenyzők, és ahogy látjátok, kontinens átívelve is, úgyhogy azért erre számítottunk, hogy ennyi országból lesznek itt, és ilyen sokan. Egy ilyen verseny lebonyolításához komoly háttérre van szükség, mivel az utaztatástól a szálláson át az étkeztetésig számos igényt kell kielégíteniük a szervezőknek. Szerencsére már a staff az rutinosan kezeli ezeket a kérdéseket. A legkülönbözőbb dolgok megtörténhetnek itt. Itt elég szokványos a sérülés, voltunk már a kórházban, kellett CT-t csinálni, de szerencsére semmi komolyabb sérülés nem történt, de mivel hogy már tavaly sikerült egy versenyt megrendezni, tudtuk, hogy mire számíthatunk. Itt ugye a világ több mint 20 országából érkeztek hozzánk versenyzők, és hát megpróbálunk megfelelni minden elvárásnak. Végül mindkét versenyt ugyanaz a teniszező nyerte. Az uruguayi Franco Roncadelli a Nyíregyházán szerzett 30 ATP pontnak köszönhetően 50 helyezést javítva az 502. helyre lépett előre a világranglistán. A Marsó Teniszcentrumban nem állt meg az élet, a hét elejétől három turnusban fiatal teniszezők számára tartanak fejlesztő tábort.